A hétvégi időjárás nem kedvezett a szabadtéri programoknak. A szeles időjárás elérte Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területét is, bár messze nem olyan mértékben, mint a dunántúli térséget. Az egyik legnagyobb baleset, amelyhez a tűzoltókat riasztották, a megyében Mátészalka közelében történt. Vasárnap az előtti órákban a 49-es számú főúton Mátészalka és Jármi között egy mozgó menet közben lévő gépkocsira egy fa dőlt. A szemből érkező jármű észlelte ezt, el akarta kerülni a balesetet, árokba csapódott, és a gépkocsi tetejére borult. Ebben a járműben négyen utaztak, ők sérültek meg, a Mátészalkai hivatásos tűzoltók vonultak a műszaki mentéshez, akik a járművet áramtalanították, illetve ugye a fát eltávolították erről a balesetet szenvedett gépkocsiról. Vasárnap az átvonuló viharos szél jellemzően az épületek tetőszerkezetét rongálta meg, és fák ágait törte le, amelyek az út mellett parkoló autókban sok esetben károkat okozott. Több útra borult fához is riasztották a tűzoltókat, nem csak Nyíregyháza területén. Például Záhonyban a vasúti pályaszakaszra borult a fa, ez az eltávolításig kisebb fennakadást okozott, illetve parkológépkocsikra, 5 darab parkológépkocsira dőlt Nyíregyházán a Szabadság téren egy nagyméretű fa. Tiszavasváriban telefonvezetékre szakadt egy faág, amelynek eltávolításán kellett, hogy dolgozzanak a kollégák. A szeles időjárás okozta balesetek elkerüléséért a szakemberek azt tanácsolják, ilyenkor ne parkoljunk fa alá, és a közutakon is fokozott figyelemmel közlekedjünk.